Felvidéken kisgyerekként kezdte el a rajzolást Kostyál Viktor. Akkor féltestvére rajzait csodálta, azokat kezdte el másolni, majd önállóan alkotni. A kitartás, a szorgalom és a képregények szeretete meghozta az eredményt. A tehetségével már általános iskolában kitűnt társai közül, ekkor készítette első saját képregényét, amelyet büszkén megmert mutatni. Megcsináltam egy ilyen képregénylapot, egy saját tervezésű szuperhőssel, saját tervezésű kis rövid sztorifonallal, és annak nagy sikere volt, mert ugye nagyon sok munkám volt benne, tehát úgy látszódott az, hogy azért itt már egy kicsit komolyabban is foglalkoztam vele, meg hát ez volt az első saját tényleg olyan mélyebb, erősebb alkotásom gyerekként. A tulajdonságok kifigurázása, a jellemző vonások kiemelése szolíd, de vicces formában, vagyis az egyedi karikatúrák pedig már nem csak az alkotó saját örömére szolgálnak. A gyors, lendületes A4-es rajzok másfél óra alatt készülnek el. A kiállításon látható alkotások közül K. ügynök a grafikus személyes kedvence, azt mondja, itt tudta legjobban megragadni a karakteres arcot. De vannak még tervei a jövőre. Ha nem is nagy álom, de tervek mindenképpen vannak. Ugye itt már volt egy kísérlet, tehát vannak nagyobb jellegű karikatúrák, ahol már kicsit ilyen művészebb, ugye ez az akvarell vonallal, tehát ezzel a vízfesték alapú, ilyen kicsit már ilyen festményszerű, tehát már kicsit kombinálva az akvarell festést a karikatúrával, tehát kicsit kimozdítani a karikatúrát ebből a gag és poén vonalból, és tényleg kicsit magasabb szintre emelve, ilyen nagyobb méretű karikatúrákat is, ilyen tök érdekes környezetekkel, akár mondjuk, mint egy Hannibal Lecternek a háttere vagy a karaktere nagyon izgalmas, és egy ilyen kibővített rajzokat, igen, nagyon szívesen készítenék, és tervbe is van. Viktor halad a technikával, ma már nem csak ceruzával és filctollal papírra alkot, hanem a digitális technika adta lehetőségeket is szívesen használja. A Kultikus Figurák című kiállítása május 27-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Egyetem könyvtárgalériájában.